Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. Hétvégén mentős bált tartottak Újkígyóson. Az esemény amellett, hogy jótékonysági célt szolgált, az év mentőse elismerést is kiosztották. A témában Csendes Csaba, a Békés Csabai mentőállomás vezetője a vendégünk. Köszöntöm a stúdiónkban. Üdvözlöm. Szombaton a mentősök kerültek a középpontba Újkígyósan, ahol már második alkalommal tartották meg az előbb említett mentősbált. Hogyan, honnan indult ez az egész kezdeményezés? Igen, valóban második alkalommal került megrendezésre ez a bál. A bálnak az ötlete egyébként egy civil kezdeményezés, tehát ez nem a mentőszolgálattól indult, meg nem a mentőállomás kezdeményezés, ez egy civil szerveződés volt, egy jótékonysági bál, aminek a bevételét a Békés Csabai Mentő Alapítványnak ajánlották fel. Hogyan zajlott az esemény? Kik vettek részt rajta? Hányan voltak? Egy nagyon jó hangulatú kis rendezvény kerekedett ebből az egészből. Egy olyan 250 fő vett részt rajta, és bárki, aki úgy érezte, hogy szeretne eljönni, az bárki jöhetett, tehát egy teljesen egy ilyen nyitott bál volt, vagy egy nyitott rendezvény. Ahogyan szó volt róla, jótékonysági eseményről beszélünk. Milyen programok járultak hozzá ahhoz, hogy ez valóban jótékonysági esemény lehetett? Ha jól tudom, akkor többféle értékes felajánlás is érkezett. Igen, érkezett felajánlás, amit a szervezőkön keresztül majd ennek a bevételét is az alapítvány fogja megkapni. Tudtommal volt egy kézilabda, amit Szegedről érkezett, amire lehetett licitálni, de volt előtte egy ilyen újraélesztés, bemutatás, oktatás délelőtt folyamán a művelődési házba, tehát egész napig tartó, egy egész napos kis rendezvény lett. És végül mi az, amit tudhatunk, milyen eredménnyel zárult az este, mekkora összeget sikerült összegyűjteni, amit ugye majd megkap a mentőállomás? Ezt még nem tudjuk megmondani, ennek majd később kerül ez átadásra, tehát nem tudunk még erről mit mondani. A tavalyi évben, egyébként csak a tavalyi évről tudjuk elmondani, amikor az első ilyen bálat rendezték, ott egy egész szép összeget kaptunk, abból például egy ilyen nagyon korszerű betegőrző monitort tudtunk vásárolni, és idei évben is ilyen célunk van vele. Miért szükséges az egyébként, hogy időről időre civil szervezetek támogassák a mentőállomás működését? Milyen eszközöket használnak, amiket gondolom pótolni kell? Azért azt tisztázni kell, hogy a mentésnek a feltételei adottak, tehát nem szükséges az, hogy civil szervezetek támogassák ezeket a mentőszervezeteket, tehát minden adott ahhoz, mind személyi, mind tárgyi feltételek biztosítva vannak Magyarországon a mentéshez. Ez egyszerűen egy pici plusz, és nem csak eszközök beszerzésére fordítjuk ezt a pénzt. Én talán úgy szoktam mondani, hogy olyan, mintha valaki egy autót venne, hogy amikor megveszem az autót, de ha belülök, akkor annál már mindig van egy jobb. És talán ezeket a réseket pótoljuk ezzel, de támogatunk továbbképzéseket, támogatunk családi rendezvényeket, ami a mentőszolgálat, tehát minden, ami egy picit a mentődolgozók komfortérzetét növelheti. Tehát mentés technikai eszközöket is vásárolunk, de nem csak arra fordítjuk az összegeket. A mentősökről sokan úgy gondolkodnak, mint hétköznapi hősökről, és a hősöket pedig el is ismerik, hiszen ők azok, akik elsőként ott vannak, és segítenek egy bajba jutottan. Hogyan választja valaki ezt a hivatást? Hát köszönjük szépen, ha így gondolnak ránk. Ez azt hiszem, hogy mindenki másképp választja ezt a hivatást, mindenkit más fog meg benne. Nagyon sok elhivatott mentődolgozó dolgozik Békés Csabán is, Békés megyébe is, és szerintem az egész országba. Kell hozzá némi kis elhivatottság, némi kis másképp gondolkodás, de egy nagyon szép hivatás egyébként. És ezt pedig időről időre el is ismerik, és a hétvége folyamán az év mentősének választották Lovas Imrét. Hogyan történik a szavazás? Mi alapján lehet valaki az év mentőse? Igen, ez is egyébként ez egy helyi kezdeményezés, tehát ez Békés Csabai ötlet, vagy Békés Csabai kezdeményezés volt. A dolgozók, vagyis a bajtársaink, akik Békés Csabán dolgoznak, ők saját maguktól indult ez az egész szerveződés, és tulajdonképpen egy egyszerű szavazás volt, egy felhívást tettünk közzé, hogy ki az, akit úgy gondolja a bajtársi közösség, hogy a 2022-es évben a szolgálaton kívül is a legtöbbet hozzátett a működéshez, úgy a bajtársi közösséghez, és tulajdonképpen egy egyszerű kis szavazó helyet hoztunk létre, és ott mindenki leadhatta a szavazatát, és amikor mindenki szavazott, akkor az alapítvány kuratóriumá összeült, és összeszámoltuk a szavazatokat, és így kapta a Lovas Imre bajtársunk a legtöbb voksot.
Egyébként itt a Békéscsabai mentőállomáson hány fővel dolgoznak együtt, és mekkora területre terjed ki a munkájuk? Hány főt, hány ellátandó személyt tudnak ellátni? A Békéscsabai mentőállomáson kivonuló szolgáltatók, tehát akik betegellátásban aktívan részt vesznek, az 63 fő, és 20 fő az, akik a mentés irányítást végzik. És egyébként a mentőszolgálatban nincsenek ilyen éles határok, hogy ki milyen területet lát el, tehát itt, de Békéscsaba is vonzás közvetéhez olyan hozzávetőlegesen olyan 100 000 főt lát el a Békéscsabai mentőállomás. És a mentősök azok, akiket mindenki ismer és felismer, tehát egy éppen beszélni tanuló gyermek is felismeri például az úton közlekedő mentőautót, és hallani, olvasni olyan esetekről is, amikor akár egy néhány éves, 4-5-6 éves gyermek hívja a segélyhívót és úgy kér segítséget. Ön szerint ez minek köszönhető? Hát ezt pontosan, hogy azért ez egy viszonylag ritkán előforduló dolog, hogy pici gyerekek hívnak segítséget, hát bízunk benne, hogy az, hogy a bizalom megvan irántunk, és bárki hív segítséget, segíteni fogunk neki. Egyébként milyen programokkal segítik ezt évközben, hogy azért népszerűsítsék egy kicsit magukat, és hogy ott legyen a köztudatban az, hogy már pedig segíteni, ugye nem csak a mentősök feladata, hanem bárki, aki rászorulót lát, az segítsen. Próbálunk részt venni minden olyan képzésben, oktatásban, ahol az első segélynyújtás népszerűsítéséről van szó. Minden évben van május 10-én a mentők napján egy nyitott rendezvényünk, ahol el lehet látogatni a mentőállomásokra, az újraélesztés világnapján aktívan részt szoktunk venni, és minden hónap első hétfőjén az ország minden megyeszékhelyi mentőállomásán vannak ilyen hősképzések, ahol aki bejön, annak megmutatjuk az újraélesztés alapjait és az első segélynyújtásról néhány gondolat, de bárhol, tehát itt Békéscsabán, iskolákba, közintézményekbe, bárhova nagyon szívesen elmegyünk és tartunk erről előadást, képzést az első segélynyújtás alapjairól. És hogyha az első segélynyújtás alapjairól csak egy néhány gondolatban, mik azok az alapok, mik azok a tevékenységek, amelyeket valószínűleg minden állampolgárnak ismernie kellene? Hát talán először is a legfontosabb lenne a segítségnyújtás szándéka, szerintem. Tehát, hogyha az megvan, és hát hívjanak segítséget, nyilván hívják fel a 112-t, hívják fel a segélyvonalatot, minden segítséget meg fognak már telefonon is kapni, és talán jó lenne, hogyha egy picit az eszméletlenséget mindenki föl tudná ismerni, és egyébként sokkal nyitottabbak már az emberek, és sokkal jobb eredmények vannak, vannak erre alkalmazások, amit használnak, és talán az újraélesztésnek az alapja is egyre többen ismerik már, és egyre többen merik alkalmazni, hogyha baj van. Mi pedig köszönjük a mentősöknek, hogy végzik mindezt értünk, és további eredményes munkát kívánok. Köszönöm szépen, köszönjük szépen. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!